ez a szakma, ez egy eszméletlenül jó dolog, mert itt teljes életet ad, és nekem ez a borászat az élet megélésének az egyik része. Magyarország az bor nemzet, ugye, hogy Hamvas Béla írta, és ez nem vicc. Tehát itt sok százig az emberek bort ittak, és borszőlőt műveltek, és bort készítettek, tehát ez ilyen sok száz évig így ment, ez biztos, hogy nem lehet véletlen. Ez a mi kultúránk, ezt nekünk csinálni kell. Ezek a mi termőföldjeink, ezeket nekünk művelni kell. Jövő generációnak rengeteg feladata lesz abban, hogy azt a tudást, ami volt, és ahhoz még a mai fejlesztésekkel hozzájárulva, olyan tudást fejleszen ki, amivel a természeti adottságok teljesen kiaknázhatóak, és olyan, és tanuljanak olyan marketinget, nyelveket, és kapcsolatokat, és készséget, amivel ezt az elképesztő minőséget a világban árában el tudják majd adni. 14 éve dolgozunk az Eszterházy Károly Egyetemnek a kísérleti bázisával, kutatóbázisával, botritis kutatásban, termőhely kutatásban, és tulajdonképpen a termőhelyi kutatásban már is egyedi dolog jött létre. Ennek következtében már is találtunk olyan pontokat, amelyre, vagy termőhelyi pontokat, amelyekre bátran lehet alapozni a jövő csúcs kategóriáját. Szerintem, aki adni akar embertársának sokat szeretetet, akkor a szőlőborral tud foglalkozni. Azon túl, hogy alkot, mindig más-más élményben van része, mindig más-más ajándékot tud átnyújtani. Szerintem pont ez, hogy adjunk valamit, és örüljenek az emberek, vidámodjanak meg a szívek. Ez a mi feladatunk. A borra kapcsán, ami elsődlegesen eszembe jut, az, ahol élek, Szegri borvidék. Tehát hatalmas hagyomány és csodálatos lehetőségek vannak a szőlőborra. De természetesen az Eszterházy Károly Egyetem nagyszerű oktatók vannak, egyszerűen csodálatos és méltó körülmények. Szóval, hogyha most kezdhetném, akkor nyilván az Eszterházy Károly Egyetemre jelentkeznék. Szóval nagyszerű dolgok vannak itt.